Az ipari park fejlesztése 2021-ben is kiemelt feladat volt Csengerben. 2020-ban mintegy 650 millió forintból korszerűsítették a területet és egy új részt is kialakítottak a meglévő mellé. A közelmúltban pedig további 700 millió forintos, visszanemtérítendő támogatást nyertek a mintegy 100 hektáros park korszerűsítésére. Ebben útfelújítások lesznek, valamint egy új csarnoknak az építése. Az sem titok, hogy mivel több évvel ezelőtt adtuk be pályázatot, és most nyertük, a hatalmas áremelkedések oda jutottak, hogy még ehhez plusz forrás kell kérjünk, kérjünk a minisztériumtól. De Kovács Sándor képviselőről beszéltünk, és ő támogatásáról biztosított minket, hiszen több mint 40 millió forintot kell ahhez hozzátenni, hogy azok az utak, mint például Csengérbe a két bejövő út, tehát a körforgalomtól befelé vezető út, a másik angyalos irányába bevezető út a teljesen felújítsuk, teljesen új út épüljön, valamint a nagykári utat teljesen kiszélesítsük, hiszen az egy központi forgalmi utat vesz fel ott Csengernek a déli részén. És fontosnak tartottuk azt is, hogy egy olyan csarnokat építsünk meg az ipari parba, amelyet az ide érkező új cégeknek ki tudunk adni. A határmenti városban a járóbeteg ellátás fejlesztése is elsődleges. A szakellátó központ eszközeinek korszerűsítésére még 2021 év végén mintegy 110 millió forint értékű, visszanemtérítendő támogatást nyert az önkormányzat. A hosszú távú tervek között egy új mentőállomás építése is szerepel. Az ott dolgozóknak a körülménye nagyon fontos, nagyon sokat vonulnak az ott dolgozók, és és nagyon szeretnénk az esetkocsit, hogy Csenger megkapja, ehhez nyilván bővíteni kell a garázs szolgáltatást, is, és bővíteni kell a, a pihenőhelyeket, és az irodai helyeket is, és, és már kerestek minket a, az autópálya tervezői, hogy ö, olyan motoros mentőszolgálat is lenne, ami nagyvárosokban van, és Csengeri központtal ö, létesítenék meg jól haladnak a bölcsöde bővítésének munkálatai. A beruházásra azért van szükség, mert a polgármester szerint az elmúlt 5-6 évben a 80-as évekhez hasonlóan magas a születésszám Csengerben. Útfejlesztés is zajlott. 2021-ben az Alkotmány utca újult meg. Belterületi utak korszerűsítésére pedig további 80 millió forintos támogatást nyert az önkormányzat még tavaly év végén. A tervek között egy a városközpontban lévő körforgalom kialakítása is szerepel.